Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor be a öveket és nyújt be hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt a White Sam, az MD Media filmes kibeszélője. Sziasztok hallgatók, ez a White Sam hetedik adása a mikrofonnál Pécsi Géza. A Parallaxis Univerzum nosztalgikus filmes kibeszélőjének novemberi műsorában egy méltatlanul mellőzött 1993-as Skiffy akciófilmet néztünk újra, Sylvester Stallone, Wesley Snipes és Sandra Bullock főszereplésével. Ezúttal tehát a 29 éve bemutatott a Pusztító című filmről beszélgetünk, amelyben partnerem lesz a sorozatrajongó podcaster Faragó Dév. Szia Dév! Sziasztok! És engem ért a megtiszteltetés, hogy először köszöntsem a Parallaxis Univerzumban az Impulzus Podcast korábbi szereplőjét, Menyhárt Attillát. Szia Attila! Köszöntelek a műsorban! Sziasztok! Tehát ugye 996-ban 996 kezdődik a film, <kül> Ugye egyből van egy lövöldözés, ahol ugye senki nem talál el senkit. Ez azért végigmegy az egész filmen. Iszonyat sok golyót lőnek ki, de nem nagyon ért. Tehát ilyet keveset látok, hogy valaki mondjuk megsérülne. Még autóablakra a szélvédőre is rájönnek, és az sem sérül meg. Szerintem az ilyen folytonossági vagy vágási hiba. 80-as évek, 90-es évek akciófényben tehát szerintek nem volt ez jellemző? itt a White szemben Gézete már többször említettél ilyen, ilyen fegyverhasználati problémákat. Igen. Itt ráadásul korabeli fegyverek vannak, ugye egy kőkemény akciófilmről van szó, vagy akció, is, tehát azért látunk itt mindent. tett van itt fegyverek vannak, a úgy veszünk. Remingtontól kezdve tényleg ilyen uh, automata karabélyokig minden van, de tényleg itt olyan, tényleg a, a klasszikus hollywoodi filmeknek a bakijai itt, itt, előjönnek. Hát hiába körbálják a főhőst mondjuk hatan, egy jön ki mindig verekedni, a többi meg csak ott táncol magába. Tehát itt is láthatjuk, hogy a helikoptert is ott célba veszik fényszórókkal, nem tudom megállapítani, hogy most épület, vagy pedig valami tankerhajó, mert ugye a diszet is ott nekem az elején ott nagyon furcsának tűnik, és nem lövik a helikoptert, hát néhol tényleg azért sántit így újra visszanézve főleg. Hát sánti, de szerintem ahhoz képest ez egy azért eléggé színvonalas mozi volt. Valahogy itt a stallone is a karaktere egy kicsit kiforrott, és jobban tükröződnek az érzelmek ez rajta. nem egy izomagyú, nem egy izomagyú gyilkológép volt, mint amit mondanák, hogy na, az őrült John Spartan, hogy tényleg az átgázó minden, nem csak azért, hogy Főnixet elkapja. Tehát tulajdonképpen ezt próbálják ugye a felszínen úgymond mutatni, de közben meg valójában nem, mert ez végül is majd a Tényleges bebörtő kiolvasztás után látszik meg, hogy őnek ilyen... Vannak mélysége is ennek az embernek, hogy nem, egy, nem csak egy brutális kőagy, kőagyú rendőr. Őrült kell egy őrült ellen. Igen. Habár ugye, hogyha azt nézzük, hogy a filmet Marco Brambilla rendezte, aki többek között a Dinotópia Ősnék szigetének is a rendezője, hát ahhoz képest szerintem jó munkát végzett pörgős, nincsenek úgymond üres járatok benne, legalábbis én nem nagyon fedeztem fel. Na, és akkor nézzük meg a szereplőket. Tehát ugye van a Sylvester Stallone, aki egy ilyen kőkomoly zsarú, az ellenfő ellenség úgymond, ugye Wesley Snipes, aki pedig nem tudom, föltüntenek nektek, hogy egy ilyen gyerek alakít, tehát így mindig így vihog, alap, alapvetően ez a kezes farmer, ez ilyen óvodás, óvodás pszichopata kinézet. Viszont, a film vége felé, tehát amikor már úgymond a jövőben vagyunk, ami hát annyira nem távoli jövő, mert ugye 2032 San Angeles, akkor ugye ő már átvált ilyen eléggé ilyen, ilyen Igen, már, nem, már nem, nem ilyen fejhangon visít, tehát jó, mondjuk hála köszönet csúlya mert tényleg nagyon jó adja a magyar hangját. Tehát már sokkal Úgymond, sokkal érettebb hangja van egyébként, a, meg a gesztikuláció is egyébként. Tehát tényleg itt is azért van, van karakterfejlős, nem csak egy, úgymond azt mondom, egy öncélú, öncélű szociopata, nácisztikus, hát terrorista végül is. Hát ő egy eszköz, mert feldósították azért, ha belegondoltok, ő sokkal komolyabb például kiképzést kapott a ebből a 21. századból, amiben csöppennek, mint ö, ugye John Spartan, aki gyakorlatilag nem tudom, burda asszonyjá képezték hmm. ki a hibernálásban. Megtanult kötni. Egyébként itt belegondoltatok, hogy 93-ban készült a film, már egy eleve egy jövővel indul, 96-ban Los Angeles gyakorlatilag itt, itt lángokban van, ilyen roncsautókból vannak vétfalak felépítve, hatalmas túlszájt és rengeteg veszteség és hát ugye megtörténik a nagy melléfogás, vagy eh, ahogy ugye a, be, bepróbálják állítani, de már akkor 96-ban már jégbörtönbe zárják, és már viselkedés befolyásolással ö, ö, látják el ugye ezt a rendszert, tehát gyakorlatilag a hibernálás technológiája már itt megvan. Tehát én számomra ez kicsit kevés. Három év alatt. Hát azért Miért nem, nem így... mondta ezt ez a film, hogy mondjuk az kiinduló pont 2010 vagy 20, az a 90-es években azért jól hangzott, hogy 2000, 2010 gondoltok bele, hogy a vissza jövőbe 2015, és a 80-as évek végén Magyarországon is vetítették, ugye mi elhittük, hogy csak lesznek pár repülőautók. Szóval ez egy picit távolabban helyezve, a 2032 az jó, ott el tudjuk hinni, hogy, és itt nincsenek repülőautók, de majd az autókról szerintem gézete fogsz mesélni, mert itt tök érdekes, hogy, hogy milyen járműveket hoztak létre. Ez a, ez a hibernációs dolog, ez egy nagyon érdekes pont, ugye. Ha nézzétek, akkor van egy, van egy ilyen, egy ilyen rúd, van egy kék golyó, és ugye az belemegy ebbe az aspikba, amiben beleteszik, és attól lefagy minden. De nem, nem értem, hogy mi lehet ezt, tehát, hogy, hogy ez valamilyen koncentrálódott. Katalizátor, meg elvileg, ha a regényt nézzük, elvileg van egy... Itt chip. Igen. Tehát oké, hogy gyorsít egy folyamatot, de mi az az anyag? Egyébként, amit nem, ami nincsen benne a filmben egyébként, a könyvadaptációban benne van, hogy kapnak egy csippet, mivel hogy itt egy hirtelen fagyasztásról van szó, tehát nincs az, hogy most a vért kivonjuk meg egyebek, hogy ne legyen jégkistály, hmm. a jégkistályok ne képződjenek, tehát úgymond a szervezetnek a sejtjeit ne rongálja. Ő tulajdonképpen nem csak annyi van, hogy rátesznek egy csomó drótot, hanem tényleg kap egy a karjába egy csipet, ez segíti, hogy azért ő ott jegelve azért túlélje. Hát igen, csak ez nekem fura, hogy ugye 96 az egész Los Angeles lángokban áll, és akkor erre van keret, meg energia, meg minden, hogy a legundorítóbb bűnözőt, akit máshol kivégeznek, itt lefagyasztják, és energiával tárolnak. Minek? 80-as, 90-es években a hibernáció olyan volt, mint, mit mondjak most manapságra, mondom, mint, mint az űrturizmus. Tehát olyan, olyan, felkapott téma volt akár Szifikbe, Egyebekbe is, Knight Rider 2000, ha emlékszel, ott is ugyanúgy lefagyasztott, úgymond lefagyasztották az embereket. Tehát ez ilyen népszerű téma volt akkoriban, hogy oké, okay, lefagyasztunk valakit, mert hát lehet, hogy akkor a, legyünk humánusak, a halálbüntetést ugye próbáljuk meg azért, ha lehet küszöbölni, és hát ha ezeket az embereket át lehet nevelni. De egyébként, ha megnézed, hogy 2030-ba itt átugrunk, ezt a jövőt, amit mutogatják, hát gyakorlatilag a hibernációt leszámítva, hát szinte már megvalósultak azok a dolgok, amiket itt mutogatnak rajta. Sőt, már néhány dolgot túlhaladtunk. Például? Telefonot komolyabbak, mint amiket ott használnak. Hát jó, hát ez igen, ez, ez, ezt aláírom. Figyelj, az automata autók már szinte itt vannak ez a viselkedés módosítás, hát ez még ami, hogy annyira nem, de négy csak például ezek a konferencia beszélgetés. Tehát már nem kellene ilyen, amit ott látunk ott koktónak a tárgyaló termében, hát nem kellenek már ilyen, hanem Lesz. négy csak mini, egy mini telefon, telefonon ott, ott, megcsinálhatod. Igen. Hát igen, jó, mondjuk a technológia azért nem volt olyan, tehát hogyha megnézitek azt a, rendőrségi programot, amikor, amikor mutatja, hogy melyik részében a jégbörtönnek hon, hol szabadult ki ugye a vezdi, az, a, olyan volt, mint a Jurassic Park egyben, ahogy így látszódott, hogy, hogy most ott, ott az, a, az a zár kijött, meg nekem az jött össze, hogy a, vagy elő, hogy a régen a számítógépes játékok, amik már ez a 3 d volt már, ott volt ilyen menü. Doom, a, Annyira átjött. a Doom játékok, doom. meg a többiekre, igen. Azok voltak ilyen, e, i, ilyen minőségbe. De mondjuk ez nem is bárt, akkoriban ennyit tudtak. Na, Dave kiesett. Nem baj, majd visszajön. Ezt akartam megnézni, hogy ugye, van ez a San ban amikor az a fő, fő bíra, vagy nem tudom, hogy az ugye azt az emberkét, akit nem más játszik, mint Nigel Hóton. Uh -huh. Igen, ez a dr. Raymond Cogtő. Ugye ő, ő egy épületben lakik, ami nekem full az jött, hogy az az EU székház egyébként, amit mutatnak a, a filmbe. A Los angeles Convention Center volt, ezt, tehát amikor kerestek ilyen helyszíneket, korabeli ilyen modern plázaszerűségeket. Aztán a film ötlete is az volt, hogy a író akkoriban járkálgatott ott, tehát nem tudom, a Universal Plaza, meg ilyen, tehát olyan helyeken, ahol ilyen új építési épületek voltak, és így elképzelte magában, hogy milyen lenne, a csupa ilyen modern épület lenne. Tehát amikor nekünk is bejöttek a pláz, Budapesten például, az, az, óriási kontraszt volt, például egy, egy gondoljatok, hogy a, a környéken ott kiemelkedett, és mennyire modern volt. Ma már nem számít, ma már, meg, már nem is az a modern, de ez, ezek a futurisztikus épületek, ezek tök érdekesek, meg hát most Attila, ezt segíts már, mert nem vagyok benne biztos. A Los Angeles, elnézést, San Angelesi rendőrségnek az épülete, az nem egy Star Trekben is használtuk meg, ez az egy, egy vízmű. Vízmű, az többször volt az e filmen általában, vagy Csillagfota Akadémia, az Edo törvényében is. Ez szerint. egy nagyon modern kialakítású, egy modern város tervező, mérnök tervezte. Ez a Water Reclamation Plant, ez egy víztisztítő, hiszen ez egy kert is kapcsolódik, és gyakorlatilag itt is ez konkrétan így néz ki az épület. Néha ilyen metpétinggel ki szokták egészíteni, hogy még nagyobb legyen, vagy modernebb. De meg ne látszódjon egy év ez... mellette, ha a, tényleg a 20. század ne látszódjon. Hát ez egy külön parkban van, tehát ezt nyugodtan meg lehet csinálni. Ez tök jó, hogy ezeket föl tudták használni, de nekem ezek a apró részek tetszettek, amit te is mondtál, Attila, ezt, hogy ezek a tabletek, a kormányból van egy képernyő építve, Kvázi egy ilyen kezdetleges internet. 93-ban már volt, azt hiszem a World Wide Web az nagyjából igen. akkor kezdett ö, ténylegesen a www tehát a, a webes felett az internetnek kialakulni. Akkor Mindegy, hogy milyen technológiával, de itt viszont meg magától értetődő, hogy te információkat kész le, mondjuk a rendőrségnek is van adatbázisa, vagy oda megy valaki egy utcai konzol elé, és ott kér információt, vagy nem tudom, ott valami lelki tanácsadót, vagy kértött valaki. Ez a minden az egybe funkció, tényleg ezt nagyon jól látták, hogy a világ oda tart egyébként. Tényleg, hogy ezt 2030-ben megpróbálták elképzelni, és tulajdonképpen nem képzelték el rosszul. És szerintem a legjobban ugye az is, az is átjön, hogy az emberek meghűlnek. Tehát amikor ugye a, a rendőrnek rendőrnek múrizkábra kell ahhoz, hogy le tudjon tartóztatni egy embert, tehát ott, ott ugye ki akarja venni a pisztolyt, vagy pisztolyt akar szerezni, ugye ez a vezli, és akkor ott állnak a rendőrök, és akkor a kis Móricz Kárba mutatja, hogy igen, le kell teperni a földre, házat tenni a kezeit. Koktónak ez a szép új világa, mert úgy tűnik, hogy ez valami nem csak, nem csak ilyen tudós vagy cégvezető volt, hanem volt valami ideája, hogy igen, ő megreformálja az embereket, és az emberekből valahogy kinevelni azt az, er az erőszakot, ami egyébként hát azt mondom, hogy tulajdonképpen emberi hajtóerő is, tehát ő ilyen, ilyen utopisztikus világot képzelt el, ahol ő őnek egy ilyen kísérleti lakó... Meg City. Igen, hát egy kísérleti parkja volt, egy kísérleti terepe lett valamilyen utóm Hát igen, itt megpróbálkozott azzal, hogy tényleg egy az erőszakot kivonjuk az emberekből. Csak ilyen, ilyen idealista... De nem csak az erőszakot vonjak ki, mert ha belegondoltak, ez ugye egy utópia, de ugyanakkor ez egy ilyen szatíra is, hogy gyakorlatilag ott, ott járkálnak ilyen, tényleg, ahogy mondják, hogy ilyen, ilyen sezgony, vagy ilyen tógában, és ilyen turmixokat kiszogató. Ilyen gantis stílusú ruhákba egyébként. Igen, tehát le vannak az emberek úgymond nem csak butítva, hanem, szedálva, tehát ö, ilyen szenvedélymentes lesz mindenki. Énintkezés nem szabad, tehát ez a... Jó, a szexhajtásra külön Igen, lehetne nem beszélni. nincsen készfogás, hanem csak úgy a levegőben, egy ilyen levegőpacsi, én arra gondolok. Meg az, hogy jó lét, hogy nem úgy köszönsz, hogy nagy hello, hogy vagy, hanem jó lét. Tehát... Jó lét, de alma lét, vagy narancslét, lét, mind, mindegy. A, a... én összeírtam, hogy miket, miket tiltottak be, és gyakorlatilag mindent, ami élvezeti cikk. Tehát mindent, ami mondjuk a fűszerek, a, az alkohol, a dohányzás, a zsíros ételek, minden. Tehát gyakorlatilag teljesen le van, ki van, mint egy sterilizálva, ugye a hús, csokoládé, a, a szerencsejátékok, tehát gyakorlatilag minden, ami ami egy ilyen spontán örömöket jelentene, vagy valami, nyilván nem biztos, hogy egészséges, de gyakorlatilag ami, ami megfőszerezi az életet. Ezek le vannak tiltva, terhesség. Engedély nélküli terhesség. Ugye teljesen le van szabályozva a testi kapcsolatok és a testi mindenféle testi öröm. Hát nem csoda, hogy ott frendlék, ott lázonganak. Tehát tényleg teljesen reális, hogy ott van egy szabadon élni akaró réteg. A kedvenc, kedvenc sorom az, amikor ugye felolvasztják a, a tálalónét, és akkor mondja, hogy adjatok egy malborót. De mi ez a malvoró? Hát ez egy cigaretta. Hát nekünk nincs cigarettánk, és akkor hogy mondják, hogy mit nem lehet, és végén kérdezik, és szarni lehet. És akkor mindig, mindig szól neki az a. És akkor John Spartan egyegységnyi pénzmutates intelemben beszél és szabálysértés miatt. Iken. Tehát ez egy, ez egy 1984, vagy nem tudom. És attól tehát... se vagyunk távol, Vajon mert ugye Kínában már működik ez az osztályozó rendszer. Robert Sziklinek a műveit nem tudom mennyire ismeritek. Hát tudjátok a vadászat mozifilmet, mozi a vadászat év, azt hiszem az volt a címe. Minden, tehát Robert Sziklinek van egy 50-es években írt könyve, a státusz civilizáció. Ott ugye van egy ilyen, hát tulajdonképpen, hogy ugyanilyen társadalom, hogy teljesen be van szabályozva minden, tehát úgymond teljesen erőszak nélküli társadalom, és akkor van egy úgymond egy börtönvilág, ahova viszont tényleg aki tényleg gyilkol meg egyebek, azok oda vannak eltransportálva. Mondjuk itt a föld alatt vannak, hogy úgymond az individualizmus azok őrzik, még akkor is elég durva módon, itt meg van egy ilyen fejbe beültetett ilyen leszedá, leszedációs állapot, amivel tényleg itt csak vannak, hát Létezni léteznek, de hát ez számomra ez, ez egy nem életén. Tényleg itt egy. egy... Mi egy átlagember az megőrülne egy ilyen helyen, hogy tényleg a, a gép az állandóan nyomná így a büntetéseket a magunk fajtának. Hát Stallone-es is használta, és így a, nem kell használni a tengeri kagylópcsákat a vécén. És amikor ugye nevetnek, hogy nem tudja, hogy majd kell használni a tengeri hát, ha. ha, ha. <laughs> és ugye ez egy nyitott kérdés. Mire hát az internetre ott álltak, még rajzosan is be van mutatva, de nem tudom, hogy az most le volt írva a regényben. Ne, a regényben nincsen, ott csak annyi van, hogy megsugják neki, és akkor ö, azt mondja, hogy tényleg, hát ez tényleg sokkal jobb, mint a papír. Tehát a regényben úgy van, csak, hogy csak megsugják neki, tehát nem tudjuk, hát tudom, egyszer, csak, egyszer mutatják egyébként azt a három kagylót, ugye van egy jelenet, egyszer mutassák, de ott azt hiszem huxley a házában, de egyébként tényleg nincsen leírva a könyve se. Én most a, csak úgy fölmentem internetre, és gyakori kérdések is van ilyen, hogy a pusztító című filmben mire vagyok a kagylók. <gül> <gül> Úgyhogy, hát nem tudom. Ugye, vagy ha már beszéltünk a puskákról, Hát ugye van itt nem csak régi puska, tehát ugye mindenfajta pisztoly puskák vannak, de van ez az elektromágneses gyorsító puska. Ugye ezt is elnevezi vezli a kedvencem, ez a buzi ócskavas, amikor ugye nem, törtő, ne, nem töltődik még neki föl. Emellett ugyanúgy, mint mondjuk Solo-nak a fegyvere is egy német Mauser volt, azt hiszem eredetileg. Na az a lényeg, ez is tulajdonképpen egy működő, létező kísérleti fegyvertípus volt. Hát már de várjál, Attila, ott is a neutron áramot elektromágneses akkumulátoron vezeti át, és így keletkezik, ugye a, a, ez olyan, mint a John Spartan is találja a szekvenciát, tehát ezek a teljességgel ilyen bullshit. Ez, ez, ez ilyen bullshit generátor. De, de és hogyha megnézed, tehát hogyha nevéből elektromágneses gyorsító úgy kéne működnie, mint ennek az elektromágneses vasútnak, hogy oké, okay, hogy nincsen hüveje, de akkor az vég vég megy egy olyan csövön, amivel gyors, ugye, Aha. előtt megnézt, gyorsítja, nem? Ez a bullshit, amit mondanak, tehát ezt hallgattam én is, és így, eh, és akkor, hogyha megnézed, hogy lő, lő, vele, tehát kilövi a lövedéket, és ez mindig robban. Tehát most, hogyha fölgyorsítasz egy ez nem fog robbanni. Egy kondenzátorba gyűjti az energiát, és akkor szépen a elektromágneses mezőt generál, és akkor az kilöki. Ki. Azt én értem, csak hogy az attól még nem robban föl, ha valamibe bemegy. Tehát az egy de jobban... robbanó golyók lehet használni benne. A azért robbanó golyót. Robbanó golyót kell használni, ja. Igen. Meg ugye van a végén már ezzel a plazma minigánnal lő, aminek utána leszedi az elejét, és akkor már csak tulajdonképpen ezt a nyalábot lövi rá az emberre. Hát igen, azt, azt lehetett volna mondani, hogy ipari lézer, tehát amikor kivágják, kivágja, melvék, azzal vágják ki az emberkéket a jégkockából. Igen. És mi van a, kocsikkal? Géza, én nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, mert a jövő ábrázolás, én úgy veszem észre, hogy a Citigben mindig a kocsikon bukik meg, hogy vagy túl modern, lásd vissza a jövőbe, mindenki repül, meg ötödik elem, vagy pedig nagyon földhöz ragad, hogy még 40-50 év múlva is pont olyan modellek vannak, értsd ér, a dizájnt, meg a tervezést is. Itt viszont tetszett, hogy ezek a kis gig dolgok benne voltak, hogy ugye ütközéskor ugye ez, a, ez a hub körülvesz, az intelligens rendszerek beépítve, de azt hiszem itt, itt, rendesen kaptak autókat, a, tehát rendes tervezett filmes kocsikat kaptak, ami nem olcsó. Hát, hogyha kíváncsiak vagytok, hogy milyenek az autók ebben a filmben, akkor a ajánló után meghallgathatjátok. A ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum mély szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk és segíts te is az ismeret terjesztést. Látogass el a patreon.com per Parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis Podcast legújabb részét patreon.com per parallax is. Azért, ahogy nézem, tehát a legtöbb autó az, az gyártott modellnek a minimális átalakítása, tehát azért fölismerhető ez a 90-es évekbeli Lincolnok, meg például a Chevroletek. Kicsit, kicsit át vannak alakítva, hogy áramvonalasabbak legyenek, de hogyha belegondolsz, 90-es években nagyon sok olyan autó gyártódott, ami elég futurisztikus. Tehát egy Chevrolet Corvette a 90 es években az nagyon-nagyon keményen úgy nézett ki, hogy ma sincsen olyan autó, tehát ma szerintem kevésbé futurisztikus autókat gyártanak. Viszont ugye ez a, ez a rendőrautó, ami ugye Sandra Bullock szereplője, ez ugye magával viszi már a, az elektromos, tehát egyrészt elektromos hajtású, benne van ez az önvezető funkció, tehát ez az autopilot, ilyen eléggé humoros módon csináltak meg, hogy így a kormány is így összemegy, mondjuk annak az értelmét nem nagyon látom, tehát ez egy eléggé useless feature, mert a kormány nem is nagyon használják, tehát beülnek, fölismerik őket, és mennek vele. De a Sandra Bullock ő maga is vezet, és ez nekem egy kicsit logikátlan, hogy ő szerintem soha nem szokott vezetni. Igen, de mégis. Ö... Hát nincs gyakorlata, úgymond kézileg vezetni, igen. és azért ott elég jól nyomja, amikor ugye a végén az az Igen, van. igen, igen, igen. És ugye ez egy olyan autó, amit elvileg nem is láthatott, mert ez egy régi Oldsmobile, ami a Földön. Ja, igen, volt. tényleg a. E, és hogyha, de hogyha alapból megnézed, az, az is például rohadt jó volt megcsinálni, szerintem, hogy beül a Stallone, hogy most ő vezet, és akkor az autó mondja, hogy hát igazolja magát, mit tudom én. Az a szomorú, vagy hát nem szomorú, mert ugye efelé haladunk, hogy azért az új autók azok ilyenek. Tehát, hogyha van most manapság egy új eh, luxusautód mondjuk, akkor annak biztos, hogy kulcs nélküli indítása van. Azt látod, tehát van egy telefonos apped, ami látod, hogy hol van az autó. Tehát a legtöbb fejlesztés ez most már felé megy, hogy az autód az csináljon meg ezt. Ez ugyanaz, mintha például a vezetéstámogató rendszer, tehát hogy van ilyen sávtartó funkció, ami vissza-vissza sávva, de egy idő után szól, hogy tedd rá a kezedet kormányra. A Én azt gondolom, hogy ebbe, a, ebbe ez a film nagyon-nagyon jó egyébként, attól függetlenül, hogyha megnézitek, tehát ez a rendőrautónak ilyen, ilyen hülye feature vannak, hogy egyszerűen nyílik az első meg a hátsó ajtó. Tehát ez kinek jó? És akkor hallani, minden, minden egyes alkalommal kihallani a gázrugónak ezt az ilyen kimenését, tehát ezért 2032-ben már nem hiszem, hogy gázrúgó emelné fel ezt, a, uh -huh. ezt az ajtót, hogyha el egyébként ez egy elektromos autó lenne, de ugyanakkor nagyon igen, jó... Igen, akkor kis mikro mikrovillanymotorokkal igen, igen. lehetne. Tehát, a a ahhoz képest szerintem nagyon-nagyon jó hozzá ezt, hogy mik lesznek az autóba Tehát én ezt egyébként hiszem, hogy ilyen szintű autonóm autó az na, nagyon közel van hozzánk. Mint ahogy ugye ez a, ez a dátum is, tehát ez a 2032, az akárhogy is nézzük, az 10 év múlva lesz. Az viszont érdekes, ebbe ugye nem nagyon gondoltak bele, hogyha mondjuk egy Oldsmobile-a kimész ezek közé, az autók közé, akkor mondjuk az, az az egész rendszerbe keltene valami... Mint egy vírus, mint egy vírus úgy olyan problémát okoz. Mert ugye az önvezető alapja ugye az lenne, hogy az autók kommunikálnak egymással, ki hol van, milyen sebességgel. És te egy random, ilyen öreg Oldsmobile-a teljesen random viselkedője vagy az közlekedésnek. Nem ismerné föl, tehát nem lennének benne azok az alapvető kommunikációs dolgok, ami egy ottani legrosszabb autóba. Alapkommunikációt, hangosan tudod mi a zenét, az már alapkommunikáció. A legnagyobb probléma szerintem az, hogyha nagyon sok önvezető autó lesz, tehát akkor valahogy ki kell zárni a közlekedésből azokat az embereket, akik nem fogják lecserélni az autójukat önvezetőre, mert mondjuk van eszük, meg nem akarnak sokat fizetni, és ezáltal egy olyan rendszer fog. Tehát itt, itt, itt tényleg az, van, hogy vagy átállunk teljes mértékben önvezetésre, vagy nem fogunk átállni. Erről a film nem nagyon szólt, hogy például a birtoklás mert a Lainer Haxnak van egy csomó saját, tehát saját lakása van, stb. Ez tök érdekesett volna ezt, is bemutatja, hogy ne, nem mente volna el ilyen, ilyen nagyon, ilyen, ilyen, ilyen szocialista berendezkedés felé, vagy kommunista akár. Hát alapvetően ez úgy néz ki, tehát ugye van az a eléggé félelmetes szexénáját, amikor ugye fölmegy a Sandra bullok lakására, és akkor, és akkor utána így kimegy a csajtól, ugye, egy ajtón, és bemegy egy ugyanolyan ajtón egy másik lakásba, tehát ez ilyen, ilyen egyen házaknak néznek ki. Tehát, hogy mindenki ez egy lakrész volt, amit elkülönített. Mondjuk én itt az autóbirtoklásra kapcsolatban, mert ez még nagyon hozzátartozik a jövőhöz, hogy nem lesz saját autód. Újjá építve, parkok vannak gyönyörűen, tehát nem, nem sokat látunk az, abból a Los Angelesből, amit mi ismerünk a felszínen, de ugye amikor lemennek, az, az pedig egy ilyen iszonyatosan túlzsúfolt csatorna rendszer, ahol ugye alapból lemennek, és akkor néz és így a Sander hogy ő, Isten, hogy itt tized, mennyi ember van. Az is egyébként nagyon jó rész, amikor lemennek, és akkor kér egy burgert, ez talóne. És akkor mondják neki, hogy hát ez, ez nem marhából van, láttál marhát kint. Hát ez nem. Miből van ez? Patkányból. És akkor így, hm, nagyon jó. <laughs> Összefoglalva, azért a jövővel kapcsolatban szerintem nagyon sok reális dolgot ö, mutatott be a film így 1993-ban. Ami még nekem érdekes volt, amikor beszélget a Szandra Bulokkal a, a kocsiban, és akkor mondja Szandra Bulok, hogy ugye mennek a pizzahátba, és akkor mondja, hogy minden étterem pizzahát, és hogy Schwarzenegger az elnök. És akkor most ez, lehet, hogy ez a magyar, magyar szinkron, hogy hogy Schwarzenegger nem, nem a te idődbe színész, nem, nem akkor volt színész, amikor te is színész voltál, és akkor Jézusom, elnök lett, hát ilyet. Nem, ez a Schwarzenegger, mint könyvtár nevezték el, mert elnök volt, ez benne van az eredetiben, és hogy volt egy kivétel, ugye nem, mivel ugye, hogy osztrák születésés, de végül is valami törvényjavaslat, módosítás, és egyébként a vicces az, hogy 2003-tól uh, tényleg Kalifornia kormányzója lett, tehát ez, ez kicsit ugye... Meg a másik szerintem az a Stallone-e Schwarzenegger, uh, uh, tehát mint mostanában ugye a, a Dwayne Johnson meg a kicsoda között, Vin Diesel között van ez az óriási... Nekem egyből eszembe jutott egyébként, ha emlékeztek, az utolsó akcióhős uh, Schwarzeneggernek a filmje, emlékeztek? Amikor tovább át, a kisgy kisgyereket átviszi a mozivilágba, és akkor ugye ott van a... Bemennek egy ilyen videók, Szerintem valami videó kölcsönző, és akkor ott van ugye bár Terminátor 2-nek a plakátja, és kiül a motoron Stallone. Hát pedig nem is Schwarzenegger lett volna ugye eredetileg. Stallone először visszautosította ugye ezt az egészet. Steven Seagal volt a főszereplő Jean-Claude Van Damme lett volna ugye a... Tehát Seagal lett volna a józsarú, Van Damme meg ugye a főgonosz most nem tudom, hogy Szegál a 90 esekben azért ő elég menő arc volt. Tehát ő neki akkor volt a fénypontja, de Stallone mégis mégiscsak nagyobb név. Hát most a, ebbe a kategóriába itt a feláldozhatóknak a teljes izéje is ezekből az emberekből jött össze aztán így 10-15 év múlva. Stallone azért sok mindenben jobban lett foglalkoztatva. Jobb az, jobb az arcjátéka. Steven nem láttad vi játékba magányos hős, a így végig, vég, megy, ugye a, a, tehát általában szinte mindegyik filme ugyanarról szól. A stallone nagyobb azért egy kicsit a... Egyébként a Stallone, van egy, egy érdekesség, hogy a Stallone, Jackie chan akarta ugye a, a Simon Phoenix szerepére, de Jackie Chan meg autostörte, mert ő meg nem szeret gonoszt alakítani. Az a Jackie Chan azért jót parkörözött volna ezekben a szituációkban. Tehát a Phoenixnek... Hát ugye a Sandra Bullock mondja éjjai. is. Amikor, amikor, az egyik emberkét lekaratézza, és kérdezi talán, hogy ha ezt hol tanultad? Sok Jackie, Jackie filmet néztem, ezt Igen. mondja azt. A... Akkor még is sem Igen. Bekerüljük. Igen, mert mondjuk Jetlinek nem voltak már utána később ilyen krupulusai, hiszen ő ugyanúgy mondjuk az elpusztíthatatlanba, meg a halálos fegyver négyben ő lazán bevállalt gonosz szerepet is. És ugye benne van még Rob Schneider is a rendőrségnél, de ő neki a szerepe az így tehát azon kívül, hogy röhög a tengeri kagylókon, nem sok mindent szól bele a filmbe kávé. És van egy száll, amit egyébként a filmben mondjuk valamiért úgy kihagynak, ugye, ugye tudjuk, hogy Stallone nős volt, volt egy kislánya, tehát eltűnik. Kétszer, hogy nekifutnak utána semmi. Na most a, a könyvben meg pedig úgymond nem mondják ki teljesen, de úgy, úgy sejtetik, minthogyha lehet, hogy úgymond a Sandra Bullock által játszott Huxley rendőnő, lehet, hogy a lánya nem mondja ki a maga könyvse tehát van egy ilyen sejtetés, hogy hát, tehát az a, ez a csók jelent, hogy épp nincsen benne a könyve. Tehát... Igen, hát én gondoltam is, hogy ez, 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 egy, ez ilyen nagyon hollywoodi volt ez a csók, meg, meg hogy ez az egész ők összejönnek, ez sokkal inkább logikus lett volna, hogy ez a, ez a rendőrnő, ez az ő lánya tulajdonképpen. Igen, hát ez, ez mondjuk megmagyarázna, hogy miért a Spartánnak, miért tanulmányozta úgymond az életét, hiszen láthatjuk, hiszen a, megnézzük az irodáját, tényleg ott van a halálos fegyver, kettőnek van a plakátja ott, mert igen, igen, akkor annak ott kell lenni, meg mindenféle ilyen relikvia, tehát, igen. 92, aha. tehát látszik, hogy egy olyan olyas valaki, akkor mondjuk azt a 90-es éveknek a 90-es évek első felének a kultúr, kultúráját, vagy filmkultúráját legalábbis nagyon tolerálta, meg 80-as évek, hát látjuk a, a régi fajta zenegép, meg minden, ahogy be van rendezve tényleg a a szobája is, hogy látszik, hogy ma már úgy mondjuk, hogy retrosan van berendezve. Már mondjuk ezek a japán stílusú ajtók, ez egy ez kicsit azért a az összképen kicsit módosít. Hát ez már a koktó világa, tehát ez a le, le, letisztult környezet. Tehát, tényleg, igen, ez a igen, min minimalista. Igen, tehát Valahogy ez is a érzelmeknek a a, az eltüntetését. Hát feljön. ugyanúgy, mint a ruhák egyébként. Tényleg ez a gantista unisex ruhák, jó, mondjuk a koktónak a segédje az ilyen, kimonóba, meg legyezővel, hát igen. Ez egy klisé, Szerintem a 90-es években eléggé benyomták ezeket a kliséket. Figyelj, figyelj, ezt most, most próbálnád mondjuk levetíteni, most akkor egy az hát, itt, a, lenne. a magyar forítás. A magyar fordítás is tipikusan a 90-es évek. Ez a úgy a meg tehát, ezek tipikusan az akkori akciófilmekben be voltak Igen. benne, és aztán húgy Körülbelül. De egyébként nekem mondjuk tetszett egyébként Garcia rendőr, hogy hogy, hogy be tudott üleszkedni, úgymond ezzel a csőcselékbe, hogy a, azt mondhatom, hogy addig, amíg le nem mennek a gyakorlatilag ebbe a, a világba, addig Garcia, ő addig egy ilyen, azt mondom, egy ilyen random, random tiszta, ki úgy velük járkál, és utána látszik, hogy az fejlődik a srác ő lesz a nagy lázadó. Tehát megtetszik neked. Pont ő az átmenet, hogy a, hogy a végén mondja ott uh, Stallone, hogy uh, hát, uh, na, akkor most mit csináljunk? Tehát maguk legyenek egy kicsit lazábbak, ti meg legyetek egy kicsit tisztábbak, vagy nem is tudom mi a, a, a végén, hogy legyen egy kicsit koszosabb, meg tisztább. közép középúton. Mondjuk ez igaz, egyébként ugyanez van mondjuk a Robert Szekli féle uh, státusz civilizációra vagyok kénytelen megint visszatérni erre a regényre, magyarul is megjelent, tehát és ott is azt mondja, hogy a tényleg ketté lett vágva a világ egy alvilág felvilágra, hogy tényleg minden kreativitás, meg individualizmus le szó szerint a mélybe le lett szorítva, felül meg tulajdonképpen csak egy, azt mondom, egy ilyen teddelelése vett társadalom lett, ami tulajdonképpen egy azt mondom, hogy hosszú távon életképtelen társadalmat próbáltak létrehozni, egy utópiát, egy falansztért. Igen, ez le is volt zárva, a, hogy a koktó igazából ezt a kísérleti társadalmat gyakorlatilag csak ebben a metropoliszban valósította meg. Arról nem tudunk, hogy a Földön máshol... Annyit van. lehet tudni, hogy New Yorkban voltak még zavargások. Annyit említ a könyv. Na de most a műsor vége felé térjünk át a halálokra ebbe a, ebbe a filmben. Tehát azért van itt mindenfajta halál ami nekem a legjobban tetszett, ugye ez a legvégén, amikor lefagy a vezli, és Stallone szét, lerúgja a fejét, és ez szilánkokra széttörik a padlón. Ha nem el a fejét, akkor tulajdonképpen megkapta volna, amit akar. 35 éven keresztül, hogy na, jó behúztalak a csőbe, hogy te is mentél a jégre, tehát végre sikerült kiktattalak téged is. Na, és itt van ez a, ez a szó, tehát ugye angol is úgy mondják, hogy I will put you on ice. Mész a jégre, és szerintem ez, ez, ez az egész. Tehát ez, ezért van ez, hogy akkor jégre teszünk, tehát lefagyasztunk, csak nekem még mindig ez ez az egész, ez furcsa, hogy egy bűnöző vagy, tehát miért kéne azért még. Oké, átnevelni, tehát végül is, ja, ezt így hát megvan, kivonja, ez így kivonja Kivonja a társadalomból arra az időre, mert a börtön is ugyanezt csinálja meg a börtönben is kvázi egy átnevelést kapsz, vagy egy, egy tehát fölkésztenek egy, tulajdonképpen a, a, a nevelés egyik fontos elem lenne, hogy fölkészítsenek, hogyha te kijössz, akkor te ott tiszta lappal tudjál érvényesülni, ha jól működik a rendszer, vagy jól működne a rendszer. De most ez az átnevelés, ez most, ugye, lefagyasztanak, ez elég kényelmesnek tűnik, viszont ugye a főnix meg olyan skilleket kapott ennek, pont ennek hatására. Ezek szerint a Koktó már nagyon régóta, tehát eleve ő tervezte ezt a börtönt, mondjuk persze, hogy be tudott injektálni olyan dolgokat, hogy fegyverismeretet, meg harci tapasztalatokat szerezni. De ez ugye nem... ezt a meg elmondja, hogy ő szenvedett minden egyes nap, mert hogy ez a 30x évig, ő neki rémálma volt, meg látta azokat az embereket, akik miatt meg, haltak meg. Na de, vissza a halálokhoz. Tehát ugye Koktőt, őt pedig elégetik konkrétan. Tehát... Hát előtte fejbe lövik, ami érdekes, hogy Koktó úgymond tett egy biztosítékot Főnixbe, hogy oké, okay, hogy ő most itt a agyilag, tehát felprogramozta, de az, hogy Koktó le tudja megölni. Na de az, hogy arra nem számított, hogy hát esetleg Főnix esetleg kéri az embereit. Tehát akkor gyorsan azért egy, egy pót kondicionálást, azért be lehetett volna rakni, hogy akkor ti se tudjatok megtámadni. Tehát jó, én nem tudlak megölni, de kiadhatom a parancsot, hogy lőd le. És a csicskás az agyba a percben lelövi, mert ő nem kapott ilyen extra programozást. Hát igen. Meg, meg, akkor ugye voltak azok a halálok, ugye, hogy szükségem van egy idére, vagyis hát a szemgolyójára, ugye a börtönparancsnoknak. Yeah. Tehát, na meg hát az, az, a kung fu, amit Wesley Snipes azért bemutatott, az túlontó kivannak vannak a mozdulatok, mondjuk azt mutassa, hogy tényleg a rendőrök nincsenek felkészülve, úgymond tényleg erőszakra. Tehát amit mondanak is. Hát meg a Sandra is kevés, ezen mond kiakadva, hogy ő már akar valami akciót látni, mert semmit nem lát rendőrként. Mert tényleg nem mindenkit elégít ki, hogy na most akkor na egy nap mondjuk 9-től 5 -ig ott ülsz a Zero mellett, és csak bámold a képen és semmi izgalom nincsen legszerebb, annyi, hogy az Excel táblában mondjuk véletlenül elhisz valami, Tehát annyi izgalmad legyen. Á, és megtaláltam az, inter az interneten, hogy hogyan kell használnunk a három tengeri kajdlót? Hát, ha a rajz is ott van akkor Tehát, akkor jó, jó ez... Tehát először e, első lépés, hogy fogd meg a kettő kajdlót, igen. és uh, tedd így a kezed közé, mint egy ilyen kínai jövőpálcát. Aztán fog, ezzel fog, <laughs> ezzel fogd meg a, az ürüléket, és vet ki a helyéről. A harmadik, a harmadik kajdlóval, a maradékot távolítsd el, és ne meg, hogy dobd ki a wc de annak nincs értelme. De akkor le kell mosni a kagylókat, tehát, tehát nem értem a... Dobja mindhárom kagylót a WC-be, majd öblítsen. Tehát ez csak egy gag. Viszont a virtuális szexet azt, azt értjük, mert az a 90-es években is volt egy ilyen kezdetleges VR-fordalom, már akkor is voltak ilyen sisakok, meg ez az amaz nyilván nem kifejezetten szexuális, Dolgokra, de, de ha ebbe belegondoltok, ebből a szempontból, oké, okay, hogy most ezt van, aki nem tudja elképzelni, de más oldalról egy csomó virtualitás van, a, a, tehát a legtöbb ilyen technológia, akár most az internetre gondolunk, a VH kazettánkra gyakoroltak, sokszor a, a, a szexualitást szolgálta, és olyan mederbe terelte, aminek hatásra például, nem tudom, szexuális bűnözés megelőzhető. Tehát ha valaki csak virtuálisan találkozik mondjuk egy, egy, nővel, ott lehet, hogy elkerülhetők mondjuk akár azzal kapcsolatos mondjuk erőszakos cselekmények. Tehát ilyen módon ezek a... Hát jó, hogy csak pár képet látsz, tehát ott azért még nem teljesedik ki. Nekem amúgy az jött, tehát nem tudom, néztétek a Black Mirror-t, abban van egy ilyen rész, amikor a ilyen virtuális valóságban folyamatosan ugye szexel két ember egymással, és kiderül, hogy ez két férfi, de közben mindkettőnek van otthon párja, meg minden, csak hogy ők így a virtuális térben, így ők így egymással, mint egy verekedős játék kettő szereplője, ők így nagyon egymás, egymás Tehát ez érdekes. Érdekes minden esetre. Nekem félelmetes volt ez a jelenet, mert olyan kicsit félelmetesen bevillant Sandra Bullock egyébként. Szerintem itt még 93-ban nagyon szép nő. Sokkal jobban néz ki, mint most. Nem volt annyira szétbotok, szóval meg szétvágva az arca. Na de köszönöm szépen, nagyon jó beszélgetés volt. Legközelebb White szemmel december 12-én jelentkezünk, az adásban pedig terveink szerint Magdi Dave és Ádám közreműködésével a szellemírtók szívű filmről fogunk majd beszélni. Tartsatok velünk akkor is. Most pedig Faragó Dave, menyhárt Attila és Pécsi Géza a saját nevemben is. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újsegédó Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. A kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.